akkor végül is az akkori körülményekhez képest ez hogy tudott jól működni? Hogy tudtad az akkori politikai kötöttségek mellett végül is azt csinálni, amit szerettél volna? Én kultúrával foglalkoztam, tehát azért politikával kevésbé, soha nem voltam politikai riporter, politikai műsorokat nem készítettem, tehát engem a művészet és a kultúra érdekelt, a rádióban is a kulturális rovatnak voltam végül a vezetője, amikor átkerültem a televízióba, ott is a Stúdió 80-t készítettem, ami egy heti kulturális műsor volt, később meg dokumentumfilmeket, tehát nyilván ez egy működőkép. A világpolgár jelleged nyilván nagyon alkalmassá tett erre az iskoláid, a szélesebb látóköröd. A televízióban sem volt ez nehezebb, mint a rádióban? Nem, sőt, tehát inkább segített. Tehát én azért jártam én a stúdióból például a nemzetközi fesztiválokra, és külföldön dokumentumfilmeket készíteni, mert én voltam az, aki nyelveket beszélt, és mindenki tudomásul vette, hogy akkor nyilván menjen a kepes. Uh-huh. Ugye ez ilyen fura, hogy jutólag, hogy mindig azt halljuk, hogy milyen, micsoda diktatúra volt ez, hogy abban végül is azért valamifajta szabadságot tudtál élvezni a saját munkádban. Hát igazából szakmai szabadság azért volt abban az időben bizonyos kötöttségek mellett. Tehát mindenki pontosan tudta, hogy hol vannak a falak. Mi próbáltuk egy kicsit ezeket a falakat kiéb nyomni, tehát a stúdiónak is rendszeresen botrányai voltak, de ezt úgy előbb-utóbb tudomásul vették. És személyes ambíciókból fakadt? Vagy ezt gondoltátok az újságírásról, hogy azt a szabadon és az emberek számára a kultúrát közvetítve kell mindenképpen csinálni. És ezért érdemes volt akár konfliktusokat vállalni. Nézd, hát ugye ez az időszak, hát először is, amikor a Kádár korszakról beszélnek, akkor úgy összeszokták mosni, és azt azért mondják, nagy hogy ez a kommunizmus, igen. És akkor ebbe úgy bele van keverve a Rákosi korszak és a Kádár korszak is. Hát a Rákosi korszak az egy teljesen másfajta diktatúra volt. A Kádár korszaknak az eleje, amikor ugye a forradalom után a leszámolások időszaka volt, és kivégzések és börtönök, az egy tényleg egy nagyon véres időszak volt, aztán fokozatosan, különösen ugye a 60-as évek végére megkezdődött valamiféle nyitás, 68-ban ugye a reform időszak volt, utána megint megkeményedett 72 táján, és aztán a 80-as évek közepétől kezdve tulajdonképpen már egy olyan nyitás időszaka volt, amikor már a vezetők maguk se hittek magában a rendszerben. Most amikor én a televízióban dolgoztam, az a 80-as évektől kezdve volt, tehát tulajdonképpen a 80-as években akkor konfliktusok voltak, de lenyelték a konfliktusok jelentős részét, meg amolyan szelepként használták mindezt. Aha. Nehezebb volt a televízióban mondjuk jó műsorokat készíteni, mint mondjuk egy kis folyóiratnak. Egy kis folyóiratnak mindig sokkal többet megengedtek. Persze, mert kisebb volt a hatása. De hát, és minket meg 2-3 millió ember nézett. Ma, akik mondjuk a közmédiában műsorokat készítenek, nem úgy látszik, hogy ők szelepként használnák egyébként ezt a felületet. Te egyébként ma, most hogy újra itt vagy egy tévéstúdióban, tévéznél még egyébként? Nem, de én nem, azért nem tévéznék, mert hogy a politikai viszonyok ilyenek vagy olyanok, tehát én akkor hagytam abba a televíziózást, amikor egy szocialista kormány volt. Tehát, és kereskedelmi tévében is voltak. Kereskedelmi tévében is dolgoztam, de az MTV-ben hagytam abba végül, és akkor tehát nem politikai megfontolásból, hanem azért, mert úgy éreztem, hogy most már inkább írnék, és volt ennek sok más oka is, tehát kicsit untam a televíziózást, meg úgy éreztem, hogy jobban izgat engem az írás, és sokkal boldogabb vagyok tőle.